Sziasztok, Kollány Zsuzsi vagyok, énekesnő. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartotok ismét, legalábbis remélem, hogy ismét, már ez a harmadik videó, amit készítek a számotokra. Az előző kettő a motivációról szólt, illetve az asszertív kommunikációról, ez pedig a B-tervről fog szólni, ami tudom, hogy egy picit furcsán hangzik, de próbálom majd normálisan kifejteni, és akkor talán értelmet nyer ez az egész. Azt fontos elmondanom, és ezt az előző két videónál is nagyon fontosnak tartottam elmondani, hogy nyilván nem vagyok coach, nem dolgom sem pszichésen, sem bármilyen módon senkit sem irányítani vagy befolyásolni, és nem is szeretnék egyáltalán. Általában inkább a köré szoktam felépíteni ezeket a videókat, meg a témakört, hogy mi az, amit tőlem a leggyakrabban kérdeznek így a munkám során, vagy akár a magánéletem során, legyen az akár életvezetési, vagy szakmához kapcsolódó dolog. És ilyen ez a témakör is, ez a B-terv, ugyanis a legnagyobb rész, öt kérdésből egy, az biztos, hogy az szokott lenni, akár riporterrel beszélek, akár követőimmel beszélek, akár bárkivel, aki érdeklődik irántam, hogy hogyan vagyok mindig ennyire optimista. Zárójelben megjegyzem, nem vagyok mindig annyira optimista, mert én is ember vagyok, és szerintem ezzel nincsen semmi baj. Nyilván vannak az embernek nehezebb napjai, amikor nem olyan könnyű felkelni, nem olyan könnyű mosolyogni, nem olyan könnyű kedvesnek lenni, sőt, én is tudok házi sárkány lenni, én is nagyon tudok ingerült lenni, és nagyon tudok türelmetlen lenni másokkal, vagy fáradt, de alapvetően az tény, hogy mindig az inkább jellemző rám, vagy a hozzáállásomra, és remélem, hogy ebben a barátaim is inkább megerősíteni tudnak, hogy alapvetően lelkes típus vagyok. És ennek nyilván oka az is, hogy valószínűleg a Jóisten egyszerűen csak jó kedvében teremtett, és megajándékozott ezzel a készséggel, hogy szeretek nevetni, meg az életnek a pozitív oldalát nézni, meg a naposabbik felét, ahogy szokták mondani. Illetve nyilván része az is, hogy alapvetően nagyon nehéz időszakokon is mentem keresztül, ezt nem is fejteném ki hosszabban, egyrészt azért, mert aki már látott korábbi videót tőlem, például a motivációról, ott jobban ki is fejtem, hogy ez mi volt, meg mik voltak ezek a nehezebb időszakok az életemben, másrészt azért, mert nem is szeretek egyébként ebben a múltban való elmerengésben pacsálni, meg magamra fröcskölni azt, hogy milyen rossz is volt nekem abban az időben. Viszont a nehézségek alapesetben szerintem mindenkit, engem mindenképpen, de szerintem egyébként mindenki más is, megtanítanak sok mindenre. És az egyik legfontosabb ilyen tapasztalat a számomra az az volt, hogy megtanultam átnézni a problémákon, a problémák felett, és elkezdeni keresni, vagy gyártani a B-tervet. Ez mostanra már olyan automatikussá vált a számomra, aztán lehet egyébként, hogy ez nem is feltétlenül jó, ezt majd mindjárt kifejtem. Néha úgy érzem, hogy túlzottan ilyen vad idealizmus, ahogyan élek, hogy most már gyakran észre sem veszem, hogy már a B-terven jár a fejem. Erre most az utóbbi időszak egyébként egy nagyon-nagyon éles precedens, vagy példa, ezek az ugye karanténnal terhelt idők, vagy hogy fogalmazzak, hogy az, hogy igazából senki sem tudta, és szerintem még most sem tudja, hogy hogyan is telnek majd a következő hetek, hónapok, vagy hogy hogyan teltek az előzőek. Gyakorlatilag teljesen kiszámíthatatlanná vált szerintem majd, hogy nem mindannyiunknak az élete. És nyilván ebben az időszakban is ugye készítettem sok dalt, voltam több riporton, és ott is mindig megkérdezték tőlem, hogy én hogyan állok ehhez az egészhez hozzá, hogy engem hogyan sújt le az, hogy esetleg nem volt módom fellépni, vagy hogy hogyan élem meg ezt az egészet. És én az összes ilyen kérdésnél mindig azt tudtam csak mondani, és teljesen őszintén így is gondolom, meg gondoltam akkor is, hogy az életem egyik leginspirálóbb időszaka volt ez az elmúlt pár hónap, ugyanis volt időm egy picit magamra, kicsit lelassulni, kicsit elcsendesedni, végre volt időm például elvégezni olyan online kurzusokat, amik tényleg érdekeltek, amik leginkább egyébként így
az önépítésről, meg az önszeretetről szólt, akkor úgy éreztem, hogy erre szükségem volt, vagy van. Hozzáteszem egyébként, hogy szerintem mindannyiunknak, tehát hogy erre mindenképpen kell is időt fordítani. És végre tudtam dalszövegeket írni újra, meg dalokat írni újra, és észre se vettem időközben, hogy már abban töltöm a mindennapjaimat, hogy jó, akkor mi legyen más, hogy mit csináljak akkor egyebet, hogyha ezt nem lehet. És az előbb mondtam, hogy majd visszatérek erre a dologra, néha azt érzem, azt gondolom, hogy lehet, hogy egy kicsit valóban túl idealista lett a gondolkodásom, és valahogy mindig abba az irányba nézek, hogy de hát hogyan is lehetne rossz bármi, ami körülöttem történik. Bármi is történjen körülöttem, valahogy mindig az motivál belülről. Nyilván vannak olyan napok, vagy órák, vagy időszakok, amikor el tudok kenődni, de hogy hosszabb távon alapvetően mindig az van bennem, az a legerősebb érzés az életemben, hogy minden értem történik, hogy minden értem van, hogy minden azért történik körülöttem, hogy engem fejlesszen, hogy én jobban érezzem magam, hogy én megtaláljam a saját utamat, még akkor is, hogyha rövid távon nem látom azt, hogy ez hogyan fog tudni megtörténni. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog tud lenni, főleg nehéz időszakban, hogyha az ember megpróbálja magában ezt a skillt egy kicsit megerősíteni. Nyilván ezt azzal a tudattal mondom, hogy nem vagyok nyilván mindenható, nem tudok mindenkinek az életében segíteni ezzel, amiket most elmondok. Nyilván teljesen máshogy éljük mindannyian az életünket, másmilyen tapasztalatokkal bírunk, és biztos, hogy van, aki teljesen elvadult, nem akarok csúnya szót mondani, de hogy teljesen elvadultnak érzi azt, amit én most ezzel kapcsolatban mondok. De én a saját életemben azt tapasztalom meg a barátaim körében, nyilván a hasonlót vonzat, tehát a barátaim is hasonló gondolkozású emberek, mint én vagyok, hogyha az ember tudatosítja azt, hogy a változások, amik körülötte történnek, azért vannak, hogy ő egy teljesebb életet tudjon élni, vagy hogy esetleg kiszedje olyas valamiből, amiből észre se veszi, hogy már régen ki kellett volna jönnie, vagy hogy leültesse egy picit, amikor ő magától elfelejtene leülni és elgondolkozni dolgokon, vagy akár az élet sokszor megszakít ugye olyan kapcsolatokat, vagy akár olyan szakmai dolgokat, amikről azt gondoljuk, hogy tehát amihez a tudatos énünk folyamatosan görcsösen ragaszkodik, miközben legbelül a szívünkben pontosan érezzük, hogy már semmi keresni valónk az adott helyen, vagy az adott ember mellett, vagy az adott szakmában, akár, csak nyilván a változtatás az egy félelmetes dolog tud lenni, hogyha az ember nem bízik a jövőjében, akkor meg pláne, és az nagyon fontos szerintem tudatosítani, hogy mindenféle változás, meg mindenféle újdonság az igazából segítséget tud nekünk nyújtani, és én nagyon-nagyon erősen hiszek abban, hogy ahol becsukódik egy ajtó, ott bizony kinyílik egy másik, és valahogy nem is egy ajtó nyílik ki, hanem kettő, vagy három, vagy akkor még plusz akár még egy 3-4 ablak is, és rengeteg olyan dolgot tanulunk meg észrevenni, hogyha figyelünk, amiket addig lehet, hogy korán, vagy észre sem vettünk, mert annyira lefoglalt minket az, amiben beleraktuk magunkat korábban. És ez a B-terv szerintem egy szuper dolog, hogyha megtanulunk élni azzal a lehetőséggel, vagy az egyáltalán azt a gondolatot el tudjuk ültetni magunkban, hogy minden értünk van, minden értünk, csak és kizárólag, még a betegségek is, vagy a veszteségek azért vannak, hogy felnyissák a szemünket, hogy tisztába helyezzenek minket egy belső konfliktussal akár, vagy egy külső konfliktussal, hogy le tudjunk zárni dolgokat, el tudjunk engedni dolgokat, vagy meg tudjunk nyitni új kapukat, amikre már lehet, hogy régen szükségünk van, és be sem láttuk, hogy így van. Hogyha meg tudunk tanulni, élni ezzel a tudattal, meg ezzel a lehetőséggel, akkor olyan életenergiát szabadítunk fel magunkban, szerintem, ami sokkal könnyebbé tesz mindent. És sokkal, sokkal áramlóbbá teszi az életünket, sokkal könnyebb onnantól jól érezni magunkat a bőrünkben, és sokkal kevesebb félelmünk lesz ugye az életünkkel kapcsolatban. Alapvetően szerintem a félelmeknek a nagy részét az generálja, bocsánat, csak közben így helyezkedem, meg próbálom a hasamat hova tenni, ugye a kisfiamat 2 hét múlvára várjuk, úgyhogy most már nagyon izgalmas a helyzet,
Az életünket szerintem legnagyobb részt félelmek nehezítik meg. Nem feltétlenül a külső tényezők, nyilván persze van olyan is, amikor de, mert nyilván, hogyha az ember elveszi az állását, akkor nincs bevétele, az egy nehézség, hogyha az ember megbetegszik és nem tud felállni az ágyról, az egy tényleges nehézség. Nyilván, hogyha ha elveszítünk valakit az életünkből, aki fontos volt nekünk, és ne adj Isten, vissza sem tudjuk őt kapni, mert ténylegesen elment erről a világról, akkor az is egy tényleges veszteség. De hogy alapvetően azért az életünk nagy részét, hál' Istennek egyébként, nem feltétlenül ilyen dolgok veszik körül, vagy nem feltétlenül ezek a dolgok azok, amikben részünk van. A mindennapok során szerintem nagy részt olyan dolgoktól rettegünk, olyan dolgok miatt idegeskedünk, olyan dolgokon húzzuk fel magunkat, amiknek 0%-os jelentősége van a tényleges életünk szempontjából, vagy ha van is, és tudnánk azt, hogy ez az adott dolog is miattunk vagy értünk történik, akkor rájönnénk, hogy ez nem is feltétlenül baj, hogy ez így van. És egyébként, hogyha az ember egy nagyon picit figyel magára, én legalábbis mindig ezt tapasztalom, akkor amikor ér bármilyen veszteség, most beszéljünk arról akár, hogy elküldenek egy munkahelyről, amire számítottunk, hogy meg lesz. És igazából, amikor én mondjuk hasonló helyzetben igazán a lelkembe nézek, akkor mindig azt tapasztalom, hogy innen már rég el akartam jönni. Hogy nem, igazából már rég nem akartam itt lenni. És már régen el kellett volna, már régen meg kellett volna tennem ezt a lépést, nekem, magamnak. És igazából az bosszantja ilyenkor szerintem sokszor az embert, azon kívül, hogy nyilván át kell gondolni, hogy jó, de akkor miből fogok megélni, hogy miért nem én csináltam, miért nem voltam elég bátor, hogy én lépjek, hogy én csináljam meg ezt. És a B-terv ugye azért nagyon-nagyon jó dolog, mert hogyha az emberben automatikusan bekapcsol, hogy húrá, akkor szabad vagyok, oké, akkor nincsen semmi baj, jó, meg át kell gondolni, hogy mit csináljak, de akkor mit csinálnék szívesen? Ugye a B-terv, hogyha ha rááll a fejünk erre a típusú gondolkodásra, számomra a B-terv arról szól, hogy oké, ez a helyzet, én minek örülnék? Én mit szeretnék, hogy mi vegyen körül? Én mit szeretnék, hol dolgozzam? Én mit szeretnék, milyen emberek vegyenek körül? Milyen barátokat szeretnék? Milyen munkát szeretnék? Mivel szeretném eltölteni a mindennapjaimat? Mi motiválna? Mitől érezném jól magam? Milyen nő akarok lenni, vagy milyen férfi szeretnék lenni? Hogyan érzem igazán jól magam a bőrömben? És hogyha ez bekapcsolódik, ez a gomb, ha megtaláljuk azt a kicsi gombot, amit mindig meg tudunk nyomni ilyenkor, akkor egyrészt elmúlnak a félelmek, vagy legalábbis csökkennek, mert nyilván azért a racionális elmének rengeteg olyan eszköze van, amit így fel tud dobálni, és így pingpongozik gyakorlatilag odabent, hogy az ember rettegjen, és minden olyan dolgot előszedjen az életből, az egész életből, ami az én esetemben már több, majd 38 év akár, ami tényleg nagyon ijesztő, és amihez ragaszkodni lehet, de hogyha ezt el tudjuk csendesíteni, akkor ott marad egy üres elme, és egy telt szív, ami egyébként fel tudja tölteni ugye az életünket egy csomó újdonsággal, és akkor észre fogjuk venni, hogy igazából már vagy háromszor hívott engem az a pasas, aki felajánlotta ezt a munkát, csak eddig nem mertem elvállalni, mert nem tudtam volna összeegyeztetni ezzel a másik munkával, pedig igazából tetszik, csak még nem látom át, hogy hogyan élnék meg belőle. És akkor már is vissza lehet hívni azt a pasast, aki felajánlotta azt a munkát, amit egyébként szívesen csinálnánk, csak még nem látjuk át a jövőnket. De nem is feltétlenül kell egyébként. Nyilván, hogyha az ember egy családról gondoskodik, mint ahogy ugye teszem azt én is, vagy a párom, akkor nyilván fontos azt előre látnunk, hogy honnan érkeznek a bevételeink. Ugyanakkor a párom minden alkalommal meglepődik azon, amikor én azt mondom neki, hogy az én életem az elmúlt jó 25 évem, az a számomra azt bizonyította be, nem 25 éves vagyok, sajnos, nem így értettem, csak azóta dolgozom, szeretnék 25 éves lenni, de nem, sajnos ez elmúlt. Az a 25 év, amit viszont munkával töltöttem, az nekem mindig azt bizonyította be, így utólag visszagondolva is, hogy valahogy mindig egy jobb lépcső jött. Hiába nem láttam a következő lépcsőt, és hiába nem tudtam, hogy mi fog történni, mindig egy jobb lépcső jött. Mindig egy olyan lépcső, amiből tanultam, vagy amiből jobban kerestem, vagy amiben jobban éreztem magam, vagy ami engem feltöltött.
És amikor ezt mondom a páromnak, hogy tudom, hogy aggódhatnék, de egyszerűen nem érzem, hogy kéne, akkor nyilván ő is értetlenül áll előtte, mint ahogy nyilván nagyon sok racionális ember ugyanígy van ezzel, és ez szerintem teljesen jogos egyébként, és tudom, hogy én vagyok túl optimista és idealista, de valahogy szilárdan hiszem azt, hogy mindannyiunkat vezet valami olyan erő, vagy gondviselés, vagy kinek mi az, ami belefér a gondolkodásába. Ugye van, akik a Jóistennek hívják, van, akik az univerzumnak, van, nevezhetjük bárhogyan, de hogy mindannyiunk életében ott van egy gondviselő erő, most nevezzük így, az egyszerűség kedvéért, ami azért felel, hogy minket előre vigyen. És hogyha ha megtanulunk élni ezzel a gondolattal, hogy igenis mindig van B-terv, és igenis mindig vannak új lehetőségek, és mindig van más, amit lehet csinálni, és mindig lesz jobb pasi is, meg nő is, meg mindig lehet szebb házasságot építeni, és mindig lehet jobb munkát találni, és mindig lehet többet keresni. És ez viszont tényleg szilárd meggyőződésem, hogy pénzt bizony mindenből lehet csinálni, tényleg. És na, ha valamin, akkor ezen általában mindenki meg van lepődve, de hogy valahogy az anyagiakkal például mindig úgy voltam, és most is úgy vagyok, hogy és lehet, hogy ezért is nem omlok össze mindig, hogyha az ember akar dolgozni, akkor fog. Teljesen mindegy, hogy mit. De valahogy, hogyha az emberben van elég lelkesedés és motiváció, hogy építse a saját életét, és a szeme előtt lebeg egy cél, hogy mi az, amit el akar érni, akkor tudom, és tényleg ezt az egy dolgot biztosan tudom, hogy meg fogja találni az útját rá, bármi is legyen az, amit el akar érni. És meg fogja találni a módot, hogy megkeresse azt a pénzt, meg fogja találni a módot, hogy befizesse azt a tanfolyamot, meg fogja találni azt a módot, hogy elérje azt, hogy megvan ez a kocsi, vagy meg fogja találni a módot, hogy elhívja azt a csajt randizni, vagy teljesen mindegy, hogy miről van szó. Hogyha az ember előtt a cél van ott, akkor nem kell feltétlenül látnunk az összes lépést, ami oda vezet, már csak azért is, mert az ember bármilyen nagyon okos, és bármilyen nagyon racionális, és bármennyire is tapasztalt, közelébe sem kerül annak, ami ténylegesen körülveszi. Ugye, akkor nem lenne annyi véletlen, nem lenne sors, nem lenne szerencse, nem lenne bal szerencse, hogyha mindent átlátnánk az életben, akkor mindenkivel minden pont úgy történne, ahogy ő kigondolta. De ennél sokkal szervezettebb az, ami körülvesz minket, még akkor is, hogyha ezt nem vagyunk hajlandóak elfogadni sokszor. Pont emiatt hiszek egyébként a B-tervben annyira, meg a gondviselésben, mert hogy tényleg azt gondolom, hogy van valami, nevezzük így, ami segít nekünk mindenben egyébként, hogy önmagunkra találjunk, hogy olyan munkát találjunk, hogy olyan párt találjunk, hogy olyan emberek legyünk, csak figyelnünk kell rá, meg belengednünk magunkat ebbe a dologba. Elengedni magunkat annyira, hogy tudjuk, hogy ez így fog történni. Bízni abban, hogy ez így fog történni. Tudni azt, hogy ez így fog történni. És hogyha a célunk megvan, legyen az akár az, hogy 20 kilóval vékonyabb leszek a következő évre, vagy akár az, hogy szeretnék agrármérnök lenni 3 év múlva. Teljesen mindegy, hogy mi az a cél, nem kell látnunk a lépéseket. A célunk meg fogja teremteni a lépéseket is, meg a segítséget ahhoz, hogy a célunk létre tudjon jönni. És nekem ez egy nagyon fontos útmutató az életemben, meg a mindennapjaim során, hogy érzem, és nem is vagyok hajlandó elengedni azt a tudatot, hogy értem történnek a dolgok, és szerintem ez nagyon meg tud könnyíteni, például egy olyan időszakot, mint ez a karantén akár, de bármilyen nehézséges időszakot, amikor bármivel is szembe kell nézni, hogyha az ember tisztába kerül azzal, hogy az is értünk van, hogy tanuljunk valamit magunkról. Nyilván a karantén az egy, vagy ez a járványügyi helyzet, ez egy nagyon szélsőséges dolog, mert gyakorlatilag egy egész világot szorít rá arra, hogy egy kicsit bezárkózzon, hogy egy kicsit önmaga legyen, hogy egy kicsit befelé forduljon. Rengeteg embernek, nekem is, ugye veszélyezteti ugye a bevételeit, és nagyon sok embert bír arra rá, hogy gondolja át az életét. De ezt lehet úgy is felfogni, szerintem, hogy ez egy olyan időszak, amikor mindannyian kapunk arra lehetőséget, hogy átgondoljuk, hogy mit szeretnénk, hogy jó úton haladunk-e valóban az életünkben, hogy
tényleg azt szeretnénk-e csinálni, amiből addig éltünk, hogy tényleg azok vesznek-e körül minket, akikkel szívesen vagyunk együtt, hogy tényleg olyan dolgokat csinálunk-e a napjaink során, ami épít minket, amitől jobban érezzük magunkat, amitől valóban lelkesebbek vagyunk, vagy motiváltak. És én azt gondolom, hogy az összes nehéznek titulált időszak, ami lehet tényleg nehéz, mert én is tényleg be tudnék számolni elég sok nehézségről az életemben, akár beleértve azt is, hogy az ikerfiaimmal milyen rendkívüli módon bonyolult és nagyon rossz tapasztalatokkal terhelt várandóságom volt, tényleg, amit senkinek nem kívánok. De ugyanakkor én akkor is biztosan tudtam, hogy az, amit mondjuk akár az orvosok mondanak, akár amit megerősíteni próbálnak kívülről, az köszönő viszonyban sem volt azzal, amit én belül éreztem, arról, hogy mi van a gyerekeimmel odabent, a pocakomban, és nem is voltam hajlandó senki másra hallgatni, csak a megérzéseimre, és végül nekem lett igazam. És nyilván ehhez az a baj, hogy nyilván ahhoz, hogy az ember tudjon a B-tervével élni, legyen az bármi egyébként, vagy hogy tudjon erre hangolódni, ahhoz kell az is, hogy az időnként azzal fog járni, de az is lehet, hogy gyakran fog azzal járni, hogy szembe megyünk. Szembe megyünk másokkal, mások elképzeléseivel, mert ugye nyilván az emberek, én is, gyakran félünk. És a félelmek nagyon könnyen irányítanak minket teljesen más irányba, mint amerre a szívünk vinne minket, meg mint amerre a B-tervünk vinne minket. És nyilván, amikor nekünk van egy erős elhatározásunk, vagy egy erős meglátásunk, vagy egy érzésünk, vagy egy célunk, bármivel is az élettel kapcsolatban, akkor ugye szembesítjük azokat, akik ezzel nem mernek élni, azzal, hogy ők nem mernek vele élni, vagy hogy valamiért nem tudnak még, mert nyilván nem kell senkit elítélni, aki abban a pillanatban még nem érzi magát erre késznek. Nekem is rengeteg olyan dolog volt az életemben, amiről úgy éreztem, hogy utólag, hogy évekkel korábban kellett volna azt mondanom, hogy köszönöm szépen, de nekem akkor ez ennyi elég volt. És van, amikor az ember még ezt nem tudja megtenni, és ez nem baj, és ez nem alkalmasság kérdése, abban az adott pillanatban erre vagyunk képesek, és ezzel nincsen semmi probléma. És emiatt nem kell senkire sem követvetni. Ugyanakkor nyilván nagy az ellentét két olyan ember között, ahogyha valaki, az egyikük tudja, hogy mit szeretne, és szilárdan hisz benne, hogy képes rá, vagy szilárdan hisz mondjuk valaki a tündérekben, most csak mondtam valami tényleg extra szélsőségeset, és a másik ember meg egyáltalán semmiben nem hisz, ami nem kézzel fogható, akkor ott nyilván nem feltétlenül lesz megértés a két fél között. De nagyon fontos az, hogy aki mondjuk hisz ebben az esetben a tündérekben, az akkor is merjen hinni benne, hogyha senki más nem hisz benne. És ugyanez a helyzet a célokkal is. Hogyha senki más nem hiszi el, hogy képesek vagyunk valamire, vagy ha senki más nem tud azzal a fejjel gondolkozni, mint mi, és nem tud optimista lenni, vagy idealista, mint mi, azt el kell fogadni, de nem szabad, hogy hatást gyakoroljon ránk, mert akkor onnantól már nem tudjuk a saját B-tervünket létrehozni, vagy megvalósítani, meg a saját életünket élni. Úgyhogy én mindenki csak sarkalni szeretnék, hogy próbáljon meg egy picit nyitottabb lenni saját magával, meg hogy egy picit tanuljunk meg talán azzal a fejjel gondolkozni, hogy mi van, hogyha minden, ami körülvesz, még akkor is, hogyha ez a hülye szomszéd az üvöltő gyerekkel, vagy a nem tudom, a bénán parkoló, aki megkarcolta a kocsimat a múlt héten, hogyha minden, ami körülvesz, valóban azért van, hogy én bármiben jobb legyek. Vagy azért, hogy észrevegyem azt, hogy valamit rosszul csináltam, vagy hogy már nem itt kéne tartanom, vagy hogy valami más szeretnék igazából. Lehet, hogy nem is szeretem ezt a kocsit, csak azért idegesít, hogy megkarcolták, mert megkarcolták, de lehet, hogy már régen le akartam cserélni, és nem is ezzel a kocsival akarok járni. Próbáljunk meg egy picit nyitottabbak lenni, szerintem, mert nagyon sokat lehet egyébként megtanulni saját magunkról, és próbáljuk meg bekapcsolni, akinek van kedve, azt a gombot, hogy mi van, ha értem, van ez mind, ami körülvesz, és próbáljunk meg figyelni arra, hogy mit szeretnénk, és nem azt, hogy mások mit gondolnak erről, vagy hogy mi lenne a helyes, vagy hogy mit mondanak a félelmeink, arra figyeljünk, hogy mit szeretnénk, mert az a legfontosabb az egész életben, szerintem, mert akkor fogunk tudni úgy fölkelni,
hogy motiváltak vagyunk és jókedvűek reggel, mert arra figyelünk, hogy mit szeretnénk. Nekem ez a B-terv, és remélem, hogy ezzel tudok nektek segíteni. Ha valakinek kicsit idealista és elvadult, akkor elnézést kérek, de remélem, hogy még azért fogtok követni engem néhány videóban. És nagyon-nagyon szép napot kívánok mindenkinek, örülök, hogy meghallgattatok. Sziasztok!